A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Istenünk, olyan nagy szükségünk van rád. Köszönjük, hogy közel jössz hozzánk, elénk jössz a te szereteteddel. Ahányan vagyunk, annyiféle nyomorúságot hoztunk ide. Vannak friss bajaink is, vannak évek óta hordozott terheink is. Vannak olyan megoldatlanságaink és bűneink, amik már fel sem tűnnek, annyira megszoktuk őket. Köszönjük, hogy te ismersz minket jobban, mint mi önmagunkat. És köszönjük, hogy te tudsz és akarsz segíteni rajtunk. Töltsd meg a szívünket most ezzel a bizalommal, hogy így tudjunk itt megnyílni előtted. Köszönjük, hogy te meg tudsz szólítani minket az egy igén keresztül, annyiféle bajunkban, ahányan vagyunk. Köszönjük a te szeretetedet. Védj körül minket azzal, és oldozgass, gyógyítgass. Ígéreted szerint tégy minket új emberekké. Adj nekünk új életet, önmagadat. És könyörülj meg a mi hitetlen szívünkön, hogy hittel hallgassuk, amit te mondasz. Amen. Draskóczi László testvérünk két feldolgozását adják elő. Az első könyve 21. részének első 8 verséből olvasom. Az Úr pedig meglátogatta Sárát, úgy, amint megmondta neki. És úgy cselekedett az Úr Sárával, amiképpen szólott néki. Mert fogad a Sára az ő méhében, és szült fiat Ábrahámnak az ő vénségében,
abban az időben, amelyet megmondott neki Isten. És nevezte Ábrahám az ő fiát, aki néki született, akit szült neki Sára, Izsáknak. És körülmetélte Ábrahám az ő fiát, Izsákot 8 napos korában, amint parancsolta neki az Isten. Ábrahám pedig 100 esztendős volt, amikor született az ő fia Izsák. És ezt mondta Sára: nevetést szerzett az Isten nekem, aki csak hallja, nevet rajtam. Ismét ezt mondta: ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára fiakat szoptat, és ímé fiat szültem vénségemre. És felnevekedett a gyermek, és elválasztaték, Ábrahám pedig nagy vendégséget szerzett azon a napon, amelyen Izsákot elválasztották. A sorozatunk elején láttuk, hogy 2 nagy ígérettel hívta el Isten Ábrahámot. Bőven termő földet ígért neki ajándékul, és azt, hogy annyi utóda lesz, mint égen a csillag. Az első ígéret beteljesedett, a másik azonban késett. Telt múlt az idő, 25 esztendő telt már el azóta, hogy Ábrahám ezt Istentől meghallotta és ráállt erre az igére, és még mindig gyermektelenek voltak. Mi történt? Elfelejtette Isten, amit mondott? Vagy meggondolta? Vagy Ábrahám rosszul értette? Jaj, de nehéz ilyen helyzetben válni. Az ember egy ideig bírja, de aztán elfogy a türelme. Láttuk annak a jeleit, hogy Ábrahámé is kezdett fogyni. Egyre többet gondolt arra, hogy ki lesz az örököse, kire hagyja azt a nagy vagyont. Eliézer, a megbízható szolga, vagy segítsen magán ő is úgy, mint ahogy kortársai közül többen. Megpróbálta ezt is, így született meg Izmael. Ebből azonban csak újabb kellemetlenségek támadtak. Isten közben megújította az ígéretét, hogy ad utódot Ábrahámnak, de egyelőre ennek semmi jelét nem látták. Teltek az évek, és azt olvastuk, hogy Ábrahám 100 éves volt, Sára pedig 90. Én nem tudom, hogy milyen lehetett az a 100 éves ember, aki nem szénhidrádon élt, nem ólomgőzös levegőt szívott, nem klóros vizet ivott, és nem mérgezte magát egy életen át nikotinnal, koffeinnel, alkohollal, gyógyszerekkel és idegességgel. Biztos, hogy másmilyen lehetett, mint egy mai kortársa lenne, vagy talán fiatalosabb volt, mint a mai 60, 70 vagy 80 évesek, de 100 esztendő azért mégiscsak nagy idő, és ebben a korban már nem szokott gyermeke születni az embernek. Isten azonban megígérte. És akkor végre megszületett Izsák. Óriási szenzáció volt. Mindenki erről beszélt a környéken. Sára észrevehette, hogyha meglátták, már összesúgtak a háta mögött. Hogy csinálhatták ezt? Mik vannak az életben? Szinte hihetetlen. Egészen hihetetlen. Egy számukra alig létező és ismeretlen világ adott jelet önmagáról Izsák születésében. És ez volt az, amit nem tudtak hova tenni az emberek. Ezt nem gondolták volna. Már dédunokája lehetne, és most született meg az első gyermeke. Hát ezen csak nevetni lehet. Nem is tudtak más csinálni, ezt olvassuk itt. Sára kénytelen megállapítani: mindenki nevet él rajtam. Az értetlenség és a zavartság kacaja volt ez. De nevetett Sára is. Azt mondja, nevetés szerzett nekem az Úr. Hiszen rendkívül hosszú ideig tartott az a feszültség, ami most feloldódott. És amikor egy-egy tartós feszültség után, egy nehéz teljesítmény után az ember visszanéz, igen gyakran nem tud más tenni, mint nevet. Sokszor sírva nevet. Úgy oldódik a belső feszültség. Sára most győződött meg igazán arról, hogy ki az az Isten, akinek a szavára Ábrahám rátette az életét, és vele együtt mindannyiuk sorsát. Ő menet közben is hitte is, nem is.
Ábrahám volt a makacs hívő, aki azt mondta, hogy amit az Úr megígért, annak a teljesedését várjuk. Még akkor is, ha eltelt annyi idő. És most mind ez feloldódott. Sokáig kellett várni. Ő a maga részéről úgy volt vele már, hogy nem valószínű, hogy teljesedik ez az ígéret. Szinte-szinte kimondta, hogy csalódott Istenben. Úgy látszik, Isten is olyan, mint az emberek, néha nagyokat mond, nagyobbat, mint amire képes. És most egyszerre ott van a karján a gyermeke. Beteljesedett ez az ígéret is. Egy évvel korábban, amikor meglátogatta őket az a három különös követ, és azok megújították Isten ígéretét, akkor Sára az ajtó mögött nevetett azon. Hát azon nem is lehetett más csinálni, csak nevetni. Hogy neki, aki egész életében 89 éves koráig meddő volt, még gyermeke szülessék. Hát ilyet nem mondjon senki. Aztán, amikor felelősségre vonták, elszégyelte magát és letagadta, hogy nevetett. Maga is érezte, hogy hitetlenség van mögötte. Na de józanság is van mögötte. Tapasztalatok sűrűsödnek mögötte. Ilyet neki ne ígérjenek. És egy év múlva ott nevetett a karján a saját gyermeke. A tulajdon fia. Egy szülött fia. Pontosan úgy, és akkor, ahogyan Isten megmondotta. Négy versen belül négyszer olvastuk ezt a refrént. Ahogyan az Úr megmondotta. Úgy lett. Mit jelent nekünk az, ha valamit az Úr megmond? Mit jelent nekünk a Szentírás, mint Isten üzenete, Isten mondása, Isten ígéretei? Mit jelent az, ha egy-egy igét különösen is személyre szólóan megértünk? Mennyit merünk kockáztatni azért, amit az Úr megmond? Hisszük-e mi igazán, hogy amit ő megmond, az betartja. Ígéreteit teljesíti. Néha sokáig kell válni, megvárakoztat bennünket. Néha késlekedik, de soha nem késik el. Aki Isten igéjét, ígéreteit komolyan veszi, az ráállhat és beléjük kapaszkodhat. És aki így hittel, sokszor hitetlen hittel, bele tud kapaszkodni Isten igéjébe, azt az ige megtartja. Még a szolgálatom elején ismerkedtem meg egy fiatal emberrel, aki ott a falu nagy verekedője, ivója és szoknyavadásza volt, és ez a férfi most 2 évvel ezelőtt hitre jutott, új élet kezdődött el a számára. A régi barátai azonban nem hagyják békén. És most az elmúlt napokban mondotta el, hogy egyik délután, mikor hazament a munkából, és kinézett a konyhaajtón, észrevette, hogy egy vödörből valamit beöntöznek a kertjébe. Éppen oda, ahova az ősszel fiatal fákat ültetett. A folyadék színéről azonnal fölismerte, hogy növénynyírtószer. Ki öntöz növénynyírtót az ő ősszel ültetett fiatal fáira? Nem sokkal előtte az történt, hogy fekete festékkel befröcskölték a házuk falát. Nem szállnak le a régi barátok róla, nem tudnak belenyugodni ebbe a változásba. És amikor ezt az öntözést meglátta, elfogta az indulat, és azt mondja, az első gondolat, ami átvillant rajta, hogy a földhöz verem a gazembert. És már nyitotta is az ajtót, hogy kirohan, és akkor villant belé egész élesen az aznap reggeli igéjük, amit a feleségével olvastak, és amit nagyon megjegyzett magának. Így hangzott ez a Péter első leveléből: boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek őt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó, de ha mint keresztjén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse érte Istent. Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedvén. És így folytatta az elbeszélést: megfogtam a konyhaajtót,
és belekapaszkodtam ebbe az igébe. És aztán lassan lecsendesedtem, bementem a szobába, letérdeltem, és sírva elkezdtem imádkozni. De régen voltam ennyire boldog, mint akkor. Hát ilyenek az Isten gyermekei. Hogyha belekapaszkodnak az Isten igéjébe, az megtartja őket, az visszatartja őket valamitől, az előre lendíti őket az Isten útján. Nem mindig jobbak ők, mint azok, akik nem hisznek Istenben, de boldogok. Még sírva is boldogok. Mert valami biztosat éreznek a lábuk alatt. Az Isten beszédét, amit ő megmondott. És amit ő megmondott, az úgy lesz. Van-e alap, talaj, ami lábunk alatt? És micsoda? Isten beszéde szilárdabb, mint akármilyen beton. Négyszer egymás után ismétlődik itt. Úgy lett, ahogyan az Úr megmondta néki. És Isten gyermekei ismerik azt a nevetést, amivel itt Sára ismerkedett meg, amikor 90 évesen karjára vette a gyermekét. A bizonyosságot talált ember örömét. Amikor szavakat sem talál már, amikor tényleg csak nevetni lehet azon, hogy ennyivel hatalmasabb az Úr, mint ahogy mi elképzeltük. Amikor rájön valaki, hogy nem elképzelni kell, hanem hinni kell, hogy amit ő megígért, az teljesíti is. Ez az egyik, amit ma este ebből az igéből jó lenne, ha elvinnénk magunkkal. Isten szava megáll, igaz, beteljesedik. És Isten szava az is, amit a Biblia szívének szoktak nevezni, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha Isten szava igaz, akkor ebben először is benne van az, hogy hit nélkül elveszünk. Mert ő úgy szeretett minket, hogy el ne vesszünk, ha hiszünk benne. Ő nélküle a biztos pusztulás, amit a Biblia így mond, a kárhozat vár ránk. És nem majd valamikor, itt most elkezdődik már. Ezért tudjuk pokollá tenni egymás életét, meg a magunkét, mert a pokolban élünk. Isten nélkül, az azt jelenti, hogy a pokol. Ez nem hely, hanem állapot. Istenbe kapaszkodva, ő benne bízva, ő hozzá ragaszkodva, ez a mennyekországa. A mennyország sem hely, hanem állapot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az ne maradjon a pokolban, amiben beleszületett, hanem itt már kerüljön át a mennyországba, mert csak itt mehet át a halálból az életbe, ebben a földi életben, és elkezdődhet számára egy egészen új élet. Új távlatokkal, új erőkkel, új mélységgel, Istennel. Mit jelent ez a mi számunkra? Amint az Úr megmondotta. És egyszer majd mindannyian meglátjuk. Akár mertünk hinni abban, amit ő mondott, akár a magunk okoskodásával kitértünk előle, hogy bizony úgy lesz, úgy lett, ahogyan ő megmondotta. És egyszer majd az övéit magához veszi, és az ő dicsőségében részesíti, ahogy itt olvastunk róla, és ezt mindannyiunk számára fölkínálja, és örök öröm lesz fejünkön, és elmúlik fájdalom és sóhaj. Akik pedig itt visszautasítják az ő szeretetét, és kinevetik az ő hívását, mint Lótnak a vejei, ahogy legutóbb láttuk, azok odaállt is nélküle maradnak, egyedül maradnak, és ez a kárhozat. Ki tudja hányszor és hogyan kínálja még föl nekünk, ma este minden esetre felkínálja. Rámerünk-e állni Isten egyszerű szavára? És a másik, amit érdemes megfigyelnünk ebben az igében, hogy ki hogyan fogadta Isten ígéretének a teljesedését. Ábrahám csöndben teszi tovább a maga dolgát, mintha mi se történt volna. Biztos, hogy tele volt az ő szíve is örömmel. Biztos, hogy az ő hitét is megerősítette. Megújította őt belülről egészen ez az óriási dolog, hogy Isten ezt az ígéretét is beteljesítette, amit mindeddig nem teljesített.
Ezért szerez Izsák 3 éves korában, az elválasztás szokásos idején nagy vendégséget. Az örömnek és a hálának a kifejezése volt ez. De alig látszik ebből valami. Csöndesen örül. Isten gyermekei így szokták ezt. Nem csinálnak nagy hűhót sem a nagy örömből, sem a nagy bánatból. Csöndes kettesben az Úrral szokták földolgozni mind a kettőt. A kívülállók ezt általában nem értik, ezen csodálkoznak, de hát ez már így van. Isten gyermekeinek ez a szokásuk. Egy valami érdekli Ábrahámot még akkor is. Az, hogy engedelmes maradjon továbbra is, a nagy örömben is. Mit is mondott az Úr? A részletutasításokat is komolyan kell venni. Körülmetélte Ábrahám az ő fiát, Izsákot 8 napos korában, úgy, amint megmondta néki az Isten. A legfontosabb minden helyzetben, hogy engedelmes maradjon. És mit tesz Sára? Ő nevet. Belőle már jobban kibudjan a belső nagy öröm. Talán azért is, mert asszony, azért is, mert nagyon boldog volt, meg azért is, mert ő már nem hitte, hogy ez megvalósul. És most, hogy mégis beteljesedett, ez felfokozza az örömét. Boldog is, meg szégyelli is magát. És nevet teli szívből, mert tele van a szíve hálával és Isten dicsőítéssel. És mit csinálnak az emberek? Ők is nevetnek. Nem vele, hanem rajta. Vagy talán egy kicsit vele is. Furcsa, kevert nevetés ez, ahogy kibogozhatjuk az igéből. Zavarukban nevetnek mindenképpen. Valahogy úgy, mint amikor egy összeszokott baráti társaságban valaki elmond egy történetet, nem minden részletét említi, mert úgyis ismeri mindenki a részleteket is, de van ott egy kívülálló, aki nem érti. És amikor a csattanónál felharsan a nevetés, ő is nevet velük együtt, de nem tudja, hogy min. Nevetése az értetlenségének és a zavartságának a leplezése. No, valahogy így nevetnek az emberek Sárán. Ki tudja ezt megfejteni, hogy mi történt itt? Valami egész különleges erő hatott. Számukra nem volt valóság az, amire Ábrahám az életét tette rá. Isten beszéde, Isten személye, Isten jelenléte. Az, hogy ő jelenlévő és munkálkodó Isten, aki személy szerint számon tartja az övéit. Aki nem felejti el ígéreteit. Mindez olyan hihetetlen, olyan kitalált dolog. Az ember ős hitetlensége mindez ellen tiltakozik. És ezért nem tudták hova tenni Izsák születését. Zavarukban nevettek az emberek. Sárán nevettek. Nem értették. Ráadásul tudniuk kellett, hogy Izsák nem a mennyből pottyant alá, hanem Sára szülte. Tehát egészen természetes úton született, és mégsem volt természetes, hogy megszületett. Hogy lehet ez feldolgozni? Amikor így megáll értetlenül az ember Isten tettei előtt, akkor szokott sokszor zavarában nevetni, vagy akkor szokta kinevetni azt, aki mindezt érti, a hitével érti. Aki mindezt lehet, hogy nem fogja föl, de elfogadja Istentől. Mindenki nevet rajtam, azt mondja itt Sára. Kiderült az, hogy mégiscsak van valami más is ezen a világon kívül, mint amit mi itt látunk, amit le lehet fényképezni, analizálni lehet. Mégiscsak van Isten, úgy látszik. És az, aki Isten igéjét komolyan veszi, az nem mániákus, hanem nagyon józanul cselekedett. Most beteljesedett, amit megmondott. És ő a maga részéről ezt egész természetesnek tartja, már mint Ábrahám. Örül neki csöndesen, és továbbra is arra figyel, hogy mit kell neki engedelmesen tennie. A kívülvaló azonban azt mondja, hogy ez nem igaz. De mégis igaznak kell lennie, mert ott sír a kisbaba az anyja karján. Furcsa dolgok ezek. És hit nélkül tényleg még a személynek sem hisz az ember. Hitével pedig belekapaszkodik a láthatatlanba is, és várja azt,
amit Isten megígért. Az egyik most élti csak igazán, hogy kicsoda Isten, Sára is. A másik most kezdi csak igazán nem élteni a dolgokat. Az egyiket bizonyossá teszi Istenben a beteljesedett ígéret. A másik most jut el oda, hogy kezd bizonytalanná válni abban, hogy csak ez van, amit ő lát, megfog, megszagol, lemér, leírhat. Talán valami más is van ezen túl. És megint csak ez a döntő, hogy mit jelent az, amit ilyenkor az Úr mond és tesz. Az ő beszéde, az ő igéje. Isten gyermekeit ez a boldog nevetés jellemzi, amit itt Sáráról olvasunk. És ez a nevetés válik majd állandóvá az örökké valóságban. A 126. Zsoltár szól arról, hogy milyen is ez a nevetés, hogy milyen sokszor könyhullatás előzi meg, vagy kíséri ebben az életben. De mi is lesz annak a vége és a kiteljesedése? Azt olvassuk itt, hogy mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Sára is olyan lehetett talán. Álmomban se hittem volna, hogy fiam lesz. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Még a pogányok is kénytelenek így fogalmazni. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön. Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jön elő, kévéit emelve. Azt szokták mondani, az nevet, aki a végén nevet. Most Isten gyermekeiről ezt jegyzi fel a Szentírás, hogy ők a végén fognak igazán nevetni. Nem másokon, nem a többieken. A végén telik meg igazán örömmel a szívük. Azzal az örömmel, ami azután elvehetetlenül az övéké. Miért? Azért, mert akkor jönnek rá arra, hogy mégiscsak minden ígéret beteljesedett. Mégiscsak minden szava igaz volt az Úrnak, amit megmondott. Mégiscsak érdemes volt hinni. Sokszor hitetlenül is. Mégiscsak jó volt, hogy nem nevették ki az Urat, mint Lótnak a vejei, amikor figyelmeztette őket. Ahhoz viszont, hogy a végén ez a nevetés a miénk legyen, most kell komolyan venni azt, amit ő mond. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Érdekel-e minket, hogy mit mond az Úr? Miben látszik ez meg? Például ma. Mennyit, hogyan kutattuk az ő akaratát az ő igéjében? Mennyit értünk abból? Izgat-e az, ha nem értjük? Teljesítjük-e, ha megértjük? Ismerőse ez az öröm már nekünk, hogy szólt az Úr, és úgy lett, ahogy ő megmondotta. Nem úgy, ahogy elképzeltem, talán nem úgy, ahogy szerettem volna, még csak nem is úgy, mint ahogy kértem, hanem még úgyabbul. Még többet adott, még nagyobbat adott. És amit eddig nem teljesített, ha ő ígérte, várom, hogy beteljesedjen. És ez elég ahhoz, hogy békességem legyen, és tudjak örülni. Ez elég ahhoz, hogy boldog legyek, még akkor is, ha néha sírva kezdek el imádkozni. Isten segítsen minket abban, hogy így legyen ismerőssé számunkra ez a fajta nevetés, és segítsen ki mindnyájunkat abból, amikor csak értetlenül és zavartan tudjuk nézni az ő cselekedeteit, és úgy nevetünk rajta vagy magunkon, mi se tudjuk, hogy min. Nem ez az igazi öröm. Az igazi az, amikor a mi szánk megtelik nevetéssel, mert hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Ezért imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy hozzánk is van szavad, megújítod ígéreteidet.
Köszönjük, hogy sok mindent beteljesítettél abból, amit nekünk mondtál, amit megígértél. Őrizd meg minket attól, hogy összetévesszük a magunk vágyait a te ígéreteiddel. Őrizd meg attól, hogy magunkból kivetítsük, rád vetítsük az álmainkat, és azt várjuk, hogy teljesítsd. Bocsásd meg, hogyha ilyenkor kiszaladt a szánkon már az, hogy csalódtunk benned. Pedig nem benned csalódtunk. Te nem ígérted azt, amit mi vártunk. Add, hogy jobban ismerjük ígéreteidet, komolyabban vegyük intésedet. Köszönjük, hogy ma nekünk újra mondtad, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szabadíts ki minket elveszett állapotunkból, és add nekünk az örök élet ajándékát. Taníts meg ilyen tele szájjal, tele szívből nevetni, amikor látjuk a te ígéreteid teljesedését. Taníts meg ilyen rendíthetetlen hittel könyörögni, ígéreteid teljesüléséért. És add egyszer nekünk majd azt az örömöt, amit örök örömnek nevez a te igéd, ami elvehetetlen, amiből előleget ígérsz már most nekünk.